ezzel a kis... Több mint 200 ezer aláírás gyűlt már össze, de van még 3 hetük, hiszen június 28-ára kell leadni az éveket. Remélik, hogy 250 ezer aláírással tehetik meg ezt, és hogy az általuk megfogalmazott kérdésekből valóban lesz népszavazás is, mondta a képviselő. Ezen túlmenően természetesen van néhány olyan aktuális társadalompolitikai intézkedése a kormánynak, amely azt gondolom, hogy borzolja a kedélyeket, ilyen a 0,9%-os nyugdíjemelés, ilyen többek között, hogy a Matolcsiék az alapítványba kivittek 266 milliárd forintot, miközben 5 millió forintra emelkedett a fizetése. Én azt gondolom, hogy ezek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Az aláírásgyűjtésről pedig még azt is elmondta az országgyűlési képviselő, a fővárosban is bátran aláírnak az emberek, ez némileg meglepetés. Nagyon sokan meg se kérdezik, hogy mire gyűjtünk. Van, aki csak úgy fogalmaz, hogy Orbán ellen. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hát persze mondják az emberek, hogy hát lehetett volna más kérdéseket is föltenni, amik feszítik a társadalmat, például a szegénység, gyerekszegénység, létminimum kérdése. Na de hát, ha ezt engedte át a választási bizottság, akkor erre kell gyűjteni. Én azt gondolom, hogy nagyon jól összehozta a csapatainkat, akik részt vettek az aláírás gyűjtésben. Ráadásul most már kampányüzemmódba kell kapcsolni, és ennek a feladatnak ők örömmel eleget is tesznek, fogalmazott Kóros Lajos.